Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb livestream-ben, amikor zenem más se jövök nektek a mai napon, mint az Internet Café Szimulátor nevezetű játékkal, ami hát egy ilyen, hogy mondjam, 18-ra húztunk lapot, szóval a lényeg az, hogy sok mindent nem tudunk róla. Én amennyit kipróbáltam, az annyi volt nagyjából, hogy működik. Tehát, hogy így, már hogy a játék így a gépen elindult, úgyhogy elvileg ez egy ilyen menedzsment játék lesz, de Full 3D-ben, és egy hát internet kávézó per játékterem, szóval van ilyesmit kell csinálni benne, úgyhogy... Úgyhogy el kell döntenem, hogy milyen üzemmódban játszok. Az egyikbe lehet hitet fölvenni a banktól és ezt vissza kell fizetni. A másikban meg nincsen banki hitel. Hát jó mindegy, jó lesz ez. Legyen, legyen a... Ezért fanatikus kávézó lesz a, a kávézó neve, és akkor rátaposunk arra, hogy start. Egyetlen egy szép game van a játékban, tehát mindig fölülírja az aktuálisat, nincsen benne több szép slot, mert hogy ez egy ilyen csodálatosan megírt valami, úgyhogy szerintem bele is kezdhetünk a történetbe, nincs más hátra, mint előre alapon. Valami történni fog, valami történni fog. Azt mondja, hogy ez a hotel szobánk, amit bérlünk, ehetünk, alhatunk itt, és követhetjük a jeleket, hogy a képernyőn, hogy elérjük a munkahelyet. Aha, jó, oké, okay, nagyon jó, ez olyan érzéketlen az egér, mint az állat. Aha, ez az. Uha, korog a gyom. Ja, jobb fölül látszik, hogy éhesek vagyunk, oké. Okay, oké, okay, evel aludhatunk, jó, és aha, itt, itt sétálgathatunk. Ez például, itt egy fa se tudja, mi ez itt, jó. Oké, okay. van itt valami, akármi, bármi, igen, és itt tudunk bármit kezdeni magunkkal? Nem igazán. Hű, meg. Jó, a gyomor korgásunkból itt élve. Ah, itt egy konyha. A mélyhűtőnk üres, itt viszont leves, hami, hopp, ez ennyi bót Kenyér a hűtőben, oké, okay. nagyon jó, oké, okay, akkor kajátunk. Ott mutatja, hogy idő van, és itt valamit mutat arra felé, 22 méter, meg 60 méter. Gondolom itt kell kimenni a bejárati ajtón. Ja, átbagoltam a bejárati ajtón konkrétan. Azt nézem, hogy minden rendben van az adással, technikailag jó, oké. Akkor gondolom én, hogy milyen magasan vagyunk, viszonylag magasan. Hű, az meg, ezek a hangok. Igen, ott van Béla, az a, az a rendőr. Ott egy boldogtalan utca fiú, igen. Ááá, ez valami pawnshop. Amúgy, ha klikkelek rá, semmi nem történik. jobb klik, nem, e, semmi, jó. Oké. Érdekes a jár a nézését, meg a járását, azt a kúva élet. Oké, és ez lenne a fana, oh, oh. Hát ide jöttünk. Öcsém, mi ez a szemétdomb? Azt a kúba életbe. Jó, oké, okay. és... Uh, itt vannak ilyen hőmérséklet, baseball ütő, valami puska. Arra nem mehetünk. Hát ez egy ilyen börtönablaknak tűnik, igen. Arra se mehetünk? miért nem mehetünk arra se? Ha... Hát nem tudom olyan, mintha kövesek ide költöztek volna és pizzán éltek volna úgy körülbelül. Oké? Okay. Számítógép azt lehet használni, aztán... cseprő. E! A beszarsz. Ha! Oh. Ah, Á, föl kell söpörni, értem. Hát ez valami skodálatos lesz. Lehet, hogy ez egy rövid adás lesz, de legalább kipróbáltunk valami újat a mai napon is úgyhogy... <laughs> hát ez kurva jó, hogy én takarítsak föl itt ez. Höcsim! És így elteleportál a szemét. Mondjuk ez legalább jó dolog, mert itt is mindig az a bajom, hogy a szemét nem teleportál el. Na nézzük, hogy... Fölsöpörjük. Föl Aztán ráülünk és azt mondjuk, hogy ez itt a jól seper hét. Na jó. Ok van még. Nem nagyon egyébként. Igen. Oké. Jobb gombbal el lehet dobni. Értem. És ezt így sikerült -e eldobnunk? Dob már el úgy, hogy jó legyen. az úgy nekem tetszik, ahogy, ahogy úgy megállt egy helybe a seprő, szóval ez így fizikas mafú. Oké, okay, villanykapcsoló föl, le jó, oké, okay, ezek működnek. Oké. Okay. Van nekünk egy ilyen táblánk. Ha. Ide föl lehet tenni? Ó. Oh jobb gombbal kihelyezzük. Kifelé látszik, hogy mi van. Jó. Á, ah, ott az open tábla. Aha, azzal megnyitom a kávézót, de hát még hova nyissam meg. Azt mondja, hogy hőmérsékletmérő. Ja, ez így, értem. Ez így ennyi volt. Ez jó, fasza, ugrani lehet? Hát ez... Ez, ez, ezt ne hívjuk ugrásnak. Oké, okay. akkor a hőmérséklet mérőt abban a sarokban eldobjuk. Van egy számítógépünk, azt mondja, hogy nézzük, hogy mit lehet csinálni. Igen, space, hogy elinduljon. Ura hangokat ad ki a számítógép magából. úbaz meg, oké. Okay. Van aha, aha, ez mi? Itt vannak a számítógépek. Jó, oké, okay, X. Aha, itt lehet valami fal, menyezet, padló. Á, ah, itt lehet bővíteni a boltunkat. Értem. Jó. Itt számla fizetés. Aha, itt valami... Lehet kamu értékeléseket venni. Ez fontos. napos hacker védelmet venni reklámblokkoló négy napra, jó. Azt mondja, hogy... Oké, okay, értem már, hogy mi az, reklámblokkolót vegyünk. Kriptót, fali tapétát, ez valami kaparós sorsjegy. Ja, vagy persze. Hát próbáljuk újra. Nem nyertünk. És egyébként így el lehet játszani a teljes pénzünket, kaparó sors legyen. Ki van ezt találva? Na jó, oké. Okay. Ja, nem ikszik jó, oké. Aztán lehet felvenni munkásokat, játékokat, ízli... van tutoriál. Ó, értem. És akkor itt lehet vásár... Ó, értem. Lehet játékgépeket venni, és kacok. Hmm. Jó, veszünk egy ilyet, egy ilyet, egy ilyet. Hát így az olcsóbbakból vettünk, oké, okay. számítógépházak, mennyezeti ventilátorok, székek, hűtők, konzolok, fejhallgatók, egy gyerek, laptopok, monitorok, asztal, asztal. Mire rakjuk, amit megveszünk címmel? 2000 dollár egy asztal? Igazán nem kell. Veszünk 1000... Ezer... Ó, oh, várjál, van ott... De az, az többcsillagos. Na, vegyünk ilyen drága asztalt nekik. Veszünk egy asztalt, arra veszünk egy konzolt, hol van? <coughs> Joystick, meg konzol, értem. Oké. Okay. Veszünk egy ilyen játékkonzolt, veszünk hozzá két, nem, egy darab kontrollert, kellene hozzá valami monitor. Öhm. A legjobb monitor 3000 dollárba kerül. A legrakibb meg azt meg nem érdemes venni. Hát már pedig úgy látom, hogy ezt érdemes venni egy KB monitorból, úgyhogy veszünk ki egy monitort, és kell egy szék. Kell egy szék, az följebb volt, azt hiszem. Kell valami szék nekik, amiben szívesen beleülnek játszani. Menjen már innen felugró ablak. Üm, legyen mondjuk... <laughs> Simán persze, hogy megvesszük majd majdnem. Oké. Okay. Vettünk széket, izé, jó, oké. Okay. És be vagyunk zárva, ezt én is tudom, és akkor itt ki lehet lépni belőle valahogy. Vagy mi van? számítógépet szó közzel lehet kikapcsolni, nem, az iszképpel nem. És hogy lép, ja, itt van egy fókusz, Q, exit. Értem. Itt a számítógépben mondjuk kábeleket nem dugtunk, az nem okoz problémát. És akkor ami megjön, az hova jön? Remélem nem ide, hogy ez lenne az... Ah, itt van egy szék, meg izék. Ó, oh, oké. Okay. Ide be kell hordani a dobozokat valahova. Oké. Okay. Ez egy konzol lesz. Én, így nem leszünk jó bafiaim. Ezt a szemetette, és akkor betolom ki... Nem, most ezt így sikerült lerakni, jó? Hát ez meg mit akar a rendőr? Igen. Ez valami vicc, ugye? Hát ez így... Uh, eltűnt. Wow! Így kibaszta a konzolt konkrétan a csávó a viccába. Öcsém! rakjál már le egy gépet úgy, hogy álljon meg a talpán, nem mondom, hogy könnyű helyzetbe hoz. All of Fame, ez is valami konzol lesz. Hmm. Hát jó, Azt a kurva élet. Írták róla, hogy szar szemét cutyok játék, de hogy ennyire. Hova tűnt el? Eltűnt egy konzolunk. Az úgy hova bugolt el az a konzol? Oda, ahova nem tudunk bemenni? Az jó. Igen, ez így érdekes. Oké, okay. nem foglalkozunk ilyen apróságokkal. Azt mondja, hogy szék, asztal. Le kell raknunk egy asztalt. Nem tudom, hogy fogja lerakni úgy, hogy... Na végre. Így be lehet tolni. Nem igazán. Oké. Okay. Kell elé egy szék. Érdekesen nyomja. Hello, hello, hello. jó lesz. És akkor rakunk hozzá egy konzolt. Somiszki 5. Ez az. Ráment az asztalra a konzol, aztán kell egy kontroller a konzolhoz, hogy működjön. Az is jó, és akkor mehet a monitor neki. Hát öcsém, ez érdekes lesz. Jó az! Miért írja, hogy se szék, se asztal, se monitor, semmit nem érzéke? Hát jó, van még valami, amit rendeltünk? Ó, oh, tudunk shift futni. Oké. Okay. Bezár. És akkor... Elvileg, ha leülünk a gép elé, akkor most tudunk... Ott van egy desktop, igen. Menj már innen reklám... Ezt a kurva sok reklámot, te. Ja azt mondja, hogy nincsen kész a setup. Oké. Okay. És kell vennem egy komplett számítógépet. Na már. Oké, okay. azt mondja, hogy veszünk egy laptopot. Veszünk egy... Ez a reklámok te egeret, veszünk egy billentyűzetet. Jó, nem így kell kilépni, hanem e kúval. Igen. Eddig kegyetlenül rövidnek tűnik nekem a játék élvezhetőségi faktora, legalább lehet vele játszani, nem mi? Jó, oké, akkor ezt a konzolt. Azt most ide, ide, ide ledobjuk a sarokba. Meg ledobjuk a kontrollerét is a sarokba. Úgy. Na, az meg az ajtó hova ment. Itt van egy laptop, igen. Nem, az egy egér volt. Hát itt egy laptop. Na, ezt hogy fogjuk az asztalra tenni? Ott van. Ez ilyen beautiful megoldások, gyerekek. Beautiful. Jó, és akkor... Oda basszuk az asztalra. Azaz. Hogy, hop, az nem talált el. Szerébe most eltűnt. Nem foglalkozunk vele. Hát, gyerekek. Ez így rövid életű lesz. Oké. Okay. Megfordítom ezt a táblát. Akkor kinyitottunk. Haló, haló, haló. Na. Igen. Ó. Gyertek be, gyertek. Ezt le lehet ütni az embereket, meg ilyenek, így, hogy. Király. Na, 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 fáradjon be, mert ha nem leütöm. Hát, oké. Okay. Nem tudom, leütne a rendőrt. Hmm. Viszont itt a hetet egy csapásra érvényesül. Gyere ide, látom, sunyi a fejed. Jó is leütöttük, oké. Okay. Na megtanítottuk mindenkinek, hogy ki az úr a környéken. Lássuk akkor, hogy... Van-e valaki a jobban. Nincs. Hát, oké. Okay. Nézzük mi ez. Sales, gun. Igen. tette a tlutlot. A beszarol. Hatte. Uh Azt a kurva élet, gyerekek, ez a játék. Mit keres itt ez a pizza? Lehet tutoriát kellett volna nézni? Vagy csak ekkora szemét ez a játék? Igen. Valamiből bevételünk le gyerekek. Igen, igen, kú Miből van bevételünk? Ja hogy eladjuk a cuccokat, amiket vett. Ö, 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 összeszedtünk? Vagy mi? Ezzel bontunk magyarul a szélzgánnal Oké. Okay. Jó, de hát akkor azt mondja, hogy megyünk egy asztalt. <coughs> egy számítógépet lehetne venni, mert végül csak 5000 dollár annyi pénzünk van összesen már, és még semmit nem csináltunk. Ugye a game konzolnak van külön asztala, értem? Jó. Igen. Igen. Uval kilépünk. Elvileg akkor vettünk asztalt, konzolt, kontrollert, mondjuk monitort nem vettünk. Kell egy TV, egy konzol, egy kontroller, meg egy szék. N jó. TV. Monitor, TV. <coughs> ha vegyünk egy tévét, persze? Igen, kilép. Oké. Okay. Játék igen. És rádobtam egy játékkonzolt az asztalra. Kezdődik. Igen. Kell egy uh, van nagy monitor rá. Ez nem tudom, hogy rá fog-e menni. furán pozícionálja ezeket a dolgokat. Így átdobtuk rajta. Még jó, hogy nem törik össze. Hát van vele baj. állítjuk, igen. És akkor elvileg, hogyha leülünk a kompjúter elé, volt a tutoriál? Azt mondja, hogy... Mi már innen felugró ablakok, komolyan mondom. Beállítható a neve, igen. Jó, az a boldogság, ezért. Ez így, mind a. Jaha, az eladó pisztoly alattuk el, jó, oké, hőmérséklet, stb. 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 Nem igazán. Ja, és akkor még vennem kell játékokat is, értem. Oké. Az is meg fog így jönni, vagy... Vagy csak licenszeket vettünk a konzolhoz. igazán árulja el nekünk a játék, hogy hogy is kéne összepakolnunk az első első ilyen asztalt. Mert já. Forgatni, vagy valami nem? Semmi. Tehát az, hogy itt valamit megmozgassál, az... Hol van a partvisunk? persze, hát hogy más, hogy raknád el a pizzás dobos mint így. Megint éhes az emberünk, hát persze. És használjuk a számítógépet. Igen, azt mondja, hogy setup not completed, de miért nincs befejezve? Tehát elvileg a setuphoz azt mondja, hogy ha ránézünk az asztalra, kell neki egy kontroller, egy szék, egy konzol, meg egy TV. Ezek adottak. Elvileg innen menedzselhetjük a gépet, de nem tudjuk, hogy Igen, kompjúterek, igen, erről ennyi? Ez, ez mind a segítség, ez a tutoriál. Hát jó. Bezárjuk a kávézót. A leütött emberek azok eltűntek mindenhonnan. Itt a rendőr. Hát jó. Itt megyünk haza. Bárhova benyitatunk? Az tök jó, hogy mi is bárhova benyithatunk. Hanyasba laktunk, skacok. Talán itt. Rabolni, valahonnan. Meddig lehet fölmenni, és mit lehet csinálni. Megpróbálunk mindenhova betörni, hát végül is. Így nagyjából az a, az, a, az a álláspontom egyébként, hogy így ez eddig egy szar szemét, De nem baj. Valakinek, el, valakinek ki kell, hát se lehet elvinni. Arra. Ha, fal, falra nyílik az ajtó, nagyon jó, ki van ezt a lába. Az ajtók zárva vannak. Ha nincs más hátra, mint előre. El kell menni, körülnézni. Tippre mondom, ez itt egy strip bár. bar. Az. Hát nem tudom. Van valaki, aki beindult? Teres, kacok. Hello, ez itt a privát privátszoba. Valaki. Akárki, bárki. Hello, lányok! Hát nem jönnek. Ez egy striptease várba, ahol ruha van az embereken. Fura. Egymás közt szólva. Oké. Okay. Az ugye a falnak megy. Meg jó, hogy nem nem a játék. Na jó. Oké, okay, szóval továbbra is arra kéne rájönni, hogy hogy is lehet össze összerakni egy szettet. Vagy csak úgy mozgatni dolgokat. Hmm. hát nem így jó az egyébként az, az, jó. mindegy hagyjuk oké baseball ütővel lehet pozícionálni nem igazán a hőmérővel nem, azzal eladni lehet azt nem akarjuk Hát, ha valaki ezt a játékot úgy találta ki, hogy ő tudja, hogy mi van, az nem én vagyok. Gyorsan ki kell tabolnom, és megnézzem, hogy a... Mi ez? Internet Café Simulator. How to setup up console. Én értem, Aha, hogy a falra kéne rögzítenem, azt, azt mondja, hogy a falra próbáljam rögzíteni a tévét. Barátok, kösz, szólva sen nagyon megy föl a falra. Vagy... Vagy igen? Vélemény? Ön van a falon. Oké, okay, ez sem működik. Azt mondja, hogy... Hát már videót kell róla nézzek, hogy hogy működik. Nagyon jó, hogy húzom a csúszka fölött az egeret és ezért... Nem látjuk, hogy mi van. Jó, lerakott egy asztalt. Aha. Igen, vesz tucokat, amiket mellé rak az emberünk. Jó lesz, én értek mindent is. Igen, bezárja az ajtót, vagy nem, vagy azt se tudja, mi van. Valamit ott pofázik, mindegy. Na rakd össze, fiam! Megpróbálja a számítógépről menedzselni? Nem, ő is megpróbálja lerakni. Hmm. Ő valahogy tudta precízen pozícionálni. Ö, van valami trükk, amit mi nem vettünk észre. Ó, oké. Okay.